Sziasztok! A mai videóban egy újabb hollal jelentkezem. A múlt hetem csomagok szempontjából valami őrületes volt. Én amúgy is minden nap úgy szoktam hazatelefonálni, hogy na hozott valamit a postás, és most igazi csomagdömping volt, és mert szerintem a postán is már kicsit meg vannak őrülve, miattam, hogy mennyi mindent kell hozzám hordaniuk. De tök különböző időpontokban rendeltem dolgokat jó néhány webshopból, és valahogy mégis egyszerre érkezett meg szinte minden. Még egyetlen egy rendelés van, amit jövő hétre várok. De addig is úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek azokat a dolgokat, amik ezen a héten érkeztek meg. Elsőként szeretném leszögezni, mivel nagyon sok kommentet, illetve kérdést kapok ezzel kapcsolatban nekem, honnan van ennyi pénzem, hogy mindig ennyit vásárolok. Nincsen szuper munkahelyem, vagy a szüleim nem támogatnak ilyen őrületes pénzmennyiségekkel. Egyszerűen a blogom miatt nagyon-nagyon sok webshoptól van lehetőségem ingyen rendelni, vagy nagyon-nagyon sok ruhát nem saját pénzből szoktam megvenni. Így érkeznek meg, szóval ez a kis titok ennek az egész dolognak. Elsőként az OSZ-ap rendelésemmel fogom kezdeni. Három rendelést is leadtam különböző időpontokban, mégis minden dolog ezen a héten meg is érkezett, úgyhogy kezdjük is. Az egyik első darab egy ilyen fehér mellény volt, aminek nagyon-nagyon szép csipkés hátoldala van, és azért nagyon-nagyon tetszik, mert borzasztó szép lágy esése van ennek a sifon anyagnak, úgyhogy szerintem ez egy ilyen kis szuper darab lesz nyáron is, mert csak nagyon vékony, de mégis szerintem bármilyen szettet fel fog tudni dobni, annyira szép lágy esése van, és nagyon nőies. A másik dolog szintén az OSZ-ről egy ilyen kis bordó szoknya volt, ami nekem borzasztóan tetszik. Alapból nagyon szeretem az ilyen kicsit magasabb derekú, rövidebb szoknyákat, amik ilyen kis fodrosak, ilyen kislányosak, és az egyetlen dolog, amit a... És az egyetlen dolog, amit az ilyen darabokban nem szeretek, az az, hogyha például fúj a szél, akkor nagyon könnyen fellépben. És itt erre a tökéletes megoldás, ugyanis ennek a szoknyának az alján van egy kis beépített rövid nadrág, szóval itt nem kell félni ilyen bármilyen villantástól, mert egy rövid nadrág van hozzá, ami egyébként így nem látszódik, egyáltalán nem tűnik ki a rövid nadrágosnak, viszont ha mégis fellépben az a kis szoknya, akkor nincsen villantás. Aki már látta a tegnapi blogbejegyzésemet, az már ezt a nyakláncot is láthatta, ami szerintem az eddigi legeslegszebb nyaklánc. Egyszerűen imádom, minden tökéletes rajta számomra. Nagyon tetszik a színe is, hogy nem ez a nagyon fényes ezüst, hanem ilyen kicsit, mintha ilyen öreg lenne, illetve a köveknek is a színe számomra tökéletes. Másik rendelésem egy ilyen nagyon aranyos kis rövid nadrág volt, ami elsőre akár úgy is tűnhet, mintha egy szoknya lenne. Én ezt szeretem az ilyen darabokat, ami szoknyának tűnik, de igazából rövid nadrág, mert nagyon kényelmes, de nagyon-nagyon kis csajos is. Egy ilyen könnyű, lágyesésű sifon anyagból készült. Jó sok réteg van benne, úgyhogy egyáltalán nem átlátszó, szóval csak így lapozom, és még mindig van. Ez a kis masni az elején borzasztó cuki rajta, úgyhogy ez szintén szerintem sokat lesz rajtam tavasszal és nyáron. Szintén OSZ-ről rendeltem ezzel a rövid nadrággal együtt ezt a ruhát, ami most rajtam van. Aminek nagyon-nagyon tetszik a szabása, hogy egy ilyen kicsit karcsúsított és jobban kihozza az alakot, illetve azoknak is ilyen nőies alakot csinál, akinek egyébként kicsit egyenes a testük, mint például nekem, hogy nincsen szélesebb csípőjük, ami szerintem ezt a ruha nagyon szépen így ki tud kicsit gömbölyíteni, ami szerintem jól néz ki. Aztán a harmadik rendelésem az OSZ-ről egy táska volt. Ezt a táskát én már nagyon-nagyon régóta kinéztem magamnak, de elég drága volt, és hát úgy nem akartam megrendelni. De most akciós volt, úgyhogy amint megláttam, hogy akciós, azonnal nem is gondolkodtam, nem is néztem meg az egész kínálatot, hanem azonnal megrendeltem, és ez a táska, ez így néz ki. Elsőre, amikor megérkezett, nagyon-nagyon vártam, és amikor megérkezett, nem tetszett. Valamiért kicsit másra számítottam, de aztán felavattam az egyik nap, és azóta nagyon-nagyon szeretem. Elsőként ezek a szegecsek nem tetszettek rajta, mert valahogy a kép alapja, meg a valóságban kicsit másképp nézett ki, mert mint tudtam, hogy ilyen lesz, csak így a hatása élőben kicsit más volt számomra. Minden esetre most már nagyon-nagyon tetszik, és nagyon szeretem az alakját is, illetve a méretét, mert szerintem a hétköznapokra pont tökéletes. És amit külön szeretek benne, az az, ahogy nyílik. Úgy nyílik ki, mint egy ilyen orvosi táska. De pont emiatt nagyon átlátható a belseje. Mert hát elég, mert be van pakolva, mivel ezzel jártam, de láthatjátok, ha kinyitjátok ezt a táskát, akkor minden látszódik, hogy mi van benne. Itt nem kell végig kutatni mindent, hanem azonnal könnyen átlátható. Vannak benne oldalt kis zsebek is, és
Hát számomra az egy teli találat volt, annak ellenére, hogy elsőre nem tetszett. Aki így jobban szereti, lehet csak így csinálni, azzal a fogóval is hordani, de van neki egy hosszú szíja, amivel könnyebben tudjuk akár átrakhatjuk a vállunkon is, vagy csak az egyik vállunkon tudjuk hordani, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, és tényleg abszolút jó minősége ennek a bőrnek is. Ezek lettek volna azok a dolgok, amiket az Olszepről rendeltem. Most írjuk át egy másik webshopra. Ez a tibidress.com. Talán így kell mondani, nem vagyok benne biztos. Tőlük most rendeltem legelőször. Ennek a történetét, illetve a tapasztalataimat az oldallal már tegnap leírtam a tegnapi blogbejegyzésben, mert pont egy ilyen ruhás blogbejegyzés volt, viszont úgy gondoltam, hogy azért most itt is elmondom, hát ha valaki nem látta még azt a posztot, de egyébként nézzétek meg, mert az infoboxban ott van a link. Ez volt az a ruha, amit legelőször megrendeltem erről az oldalról. Abszolút meg vagyok vele elégedve, mind a minőségében, mind ahogy kinéz, tehát a valóságban, illetve a képpel összehasonlítva. Amikor megrendeltem, utána jött egy e-mail, hogy minden ruhát kézzel készítenek el, úgyhogy egy kis türelmemet kérik. Körülbelül 2 héttel rá jött az újabb e-mail, hogy kiszállították, és hát olyan 2-3 nap múlva már meg is érkezett, mert a DHL futásszolgálat számította, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan ideért. És tényleg szerintem ez egy nagyon-nagyon szép ruha, én ezt egy esküvőre vettem, és szerintem egy nagyon jó választás volt. A ruha mellett még egy nyakláncot is rendeltem, viszont arról visszakaptam egy e-mailt, hogy már nem gyártják, úgyhogy választnak mást, és akkor én egy teljesen más ruhát választottam ki, ami egy, hát nem is ruha, hanem egy ilyen overall-szerűség, egy ilyen rövid nadrágos overall, ami szintén olyan elsőre, mintha a szoknya lenne az alja, de igazából ez egy rövid nadrág, és a teteje pedig az ilyen nyakba kötős. Nagyon tetszik rajta ez a kis, hát ilyen barokkos minta, vagy nem is tudom pontosan minek nevezzük. Az anyag egyébként nagyon könnyű, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes ruhadarab lesz a nyárra. Amúgy is szeretem az ilyen egyrészes ruhadarabokat, mert nem kell gondolkozni, hogy mit párosítsunk mivel, egyszerűen csak felkapom, és már mehetünk is. Természetesen ezúttal sem maradhatott el egy Shein Side rendelés, ami most megérkezett, szintén, és ezúttal 3 ruhadarabot rendeltem. Az első ruhadarab tényleg egy nagyon elegáns darab lesz, egy teljesen csipke, fehér ruha, ami hát a hétköznapokon nem igazán állja meg a helyét, de ha tényleg meg kell jelenni valahol, akkor azt hiszem ez egy jó választás lesz. A kép alapján kicsit jobban tetszett, mint a valóságban. Most a valóságban így a tetején ez a nagyon-nagyon csipkés rész annyira nem tetszik, viszont az alja az nagyon, és ott szerintem nagyon jól is áll, de szerintem itt ezt a felső részét is majd valahogy megpróbáljuk átalakítani, és akkor ezt is meg fogom szeretni. A másik ruha, amit már a héten fel is avattam, szintén egy csipke ruha lesz, viszont ez egy sokkal hétköznapi, ez egy kék csipke ruha, aminek az alja nem testezálló, viszont a teteje igen. Szerintem ez egy nagyon-nagyon aranyos kis hétköznapi darab lesz tavaszra és nyára. Én ezt már most nagyon-nagyon szeretem. A harmadik és egyben utolsó ruhadarab egy ilyen magas derekú, hosszú ceruza szoknya, egy ilyen virágos mintával, ami már szintén a nyarat és a tavaszt idézi. Ha netről vásárolok, mindig próbálok előre gondolkozni, hogy mikor lesz az, amikor megérkezik a csomagom, és ugye ez általában ilyen 1 hónappal kell előre számolni, úgyhogy most már tényleg próbáltam az ilyen tavasziasabb, nyáriasabb dalagokat erőnyben részesíteni, úgyhogy ezért rendeltem meg ezt a nagyon-nagyon virágos, igazi nyári darabot is. Az utolsó néhány darab, igazából már csak apróságok, ezt írtam is nektek Facebookon, hogy múltkor beugrottam a H&M-be az Árkádba, Árkádba, igen. Mindig összekárom az Árkádot meg az Arénát. És véletlenül vettem csak észre, hogy 250 forintra nagyon-nagyon sok ékszer le volt akciózva, úgyhogy én 3 gyűrűre le is csaptam, de az egyiket nem hoztam haza, úgyhogy ezt nem tudom megmutatni, de igazából az így már utólag annyira nem is tetszik. Az egyik ez az angyal szárnyas darab, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és szerintem szuper jól néz ki. Próbálom a körömét nem mutatni, mert éppen most kell összetnem a körömlakomat, de szerintem ez egy szuper darab, és abszolút megérte 250 forintért megvenni. A másik pedig ez a 2 apró szívecskés gyűrű, amit ugye itt fönt kell viselni, és nagyon örültem, hogy végre találtam olyat, ami megint csak jó a méretembe, és imádom, hogy ez a kicsit rózsaszínesebb árnyalata van, így mindig passzol az órámmal, és szerintem borzasztó aranyos. Egyébként az egyik szívecske matt, a másik pedig fényes, és nagyon szuperül passzolnak egybe. De akár lehet így külön-külön is viselni őket, nekem ugye a 2 együtt sokkal jobban tetszik, de ezért abszolút oda vagyok, és nagyon örülök, hogy ezt így megtaláltam.
Szerintem egyébként az ilyen picike gyűrűk, mint ezek nem is érnek többet 250 forintnál, és eBay-en is nagyon sok ilyen gyűrűt látok pont ilyen áron, viszont azokat nem merem megrendelni, mert tényleg nagyon kicsi az ujjam, és soha nem jó rám semmi gyűrű. Úgyhogy ezeket tényleg fel kell próbálnom, úgyhogy nagyon örülök ennek a 250 forintos akciónak. Szerintem már mindenki van belőle fosztva, legalábbis én is, amikor észrevettem, egy ilyen egyszer egy méteres helyen körülbelül 10-en voltunk bezsifolódva, és úgy válogattunk, úgyhogy kicsit ilyen glamour napok effektus volt kialakulóban, amire egyébként szerintem nem is fogok most már idén elmenni, mert annyira óriási a tömeg, hogy szerintem valami kibírhatatlan. Ez lett volna az én kis haul videóm, remélem tetszett nektek. Következőnek tervezek egy kis beauty haulos, vagyis kozmetikumos haul-t is, úgyhogy ha szeretnétek azt látni, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!